Metti Zoltán előadásának talányos a címe, kapcsolatok, erőforrások, interakciók, de végül is egy ilyen összevetésről van szó. Zoltán szociológus, az ELTE TTK és a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának oktatója. Szakterülete a politikai részvétel, hálózatkutatás, illetve módszertani kérdések vizsgálata. Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm a meghívást. Nagyon megtisztelő volt, hogy eljöttem ide előadni, és hát én is szeretném megköszönni egyrészt Olivánnak a meghívást, meg a lehetőséget, másrészt a Vásári Máriának a segítséget, meg az adatfájlokban, illetve a kérdéveknek a átadásában. Részben én is hasonló tematika mentén fogok menni, mint az előző előadás, csak egy picit más témát fogok érinteni. Én elsősorban a társadalmi kapcsolatokat és az erőforrásokat, illetve ezeknek a változását fogom bemutatni, méghozzá ennek egy speciális almintáján az értelmiségiek körében. Én két adatfájt fogok majd itt bemutatni, illetve két adatfájnak az adatfáj közti eltelt időben a változást. Az egyik egy 1988-as kutatás lesz, a másik pedig egy 2005-ös kutatás. Nagyon nehéz volt ezért kiválasztani, hogy mi legyen a konkrét kutatási téma, és én is sokat gondolkoztam rajta, hiszen ezek az adatok, ezek még ma is élők, és rengeteg lehetőség van bennük. És az előző témával szemben itt megvan az a lehetőség, és az a pozitív dolog, hogy az adat, maga kérdéseknek a kérdések tovább mentek a későbbi kutatásokban is. Ez főleg annak köszönhető, hogy Angelus Róbert és Tarros Róbert ugyanazokat a kérdéseket és ugyanazokat a kutatási koncepciót nagyon tudatosan végigvitték, ami 1980-as évek végén megjelent, megjelennek ugyanezek a kérdések a 90-es évek közepén, a 2000-es évek elején, végén, 2000-es évek közepén, elején, végén. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy időbeli összehasonlításokat csináljunk, és ennek csak nagyon-nagyon pici szeletét vettem ki, tehát rengeteg lehetőség van. A témám összességében egy kicsit a kapcsolati erőforrásokról és a társadalmi tőkéről szól. Nem nagyon akarok egy nagyon hosszú szociológiai bevezetőt tartani, mert én is valószínűleg kicsúsznék gyorsan az időből, és akkor az elméletnél megakadnánk. Úgyhogy ezt most nem is fogom felolvasni, ez egy klasszikus Bourdieu idézet a társadalmi tőkével kapcsolatban, amit egyik legtöbbször szoktak idézni a szociológusok, illetve a társadalomkutatók. Maga azért azt tudni kell, hogy maga a társadalmi tőke, társadalmi erőforrások koncepció egy nagyon-nagyon, hát nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon sok szerző foglalkozik vele, mindenki más tért alatta, pont ezért nagyon nehéz közös pontokat találni ezekben az elméletekben. Most ebből egy részt fogok majd kiemelni a társadalmi erőforrásokból, illetve a kapcsolati tőkéből. Úgyhogy most nem is az a célom, hogy itt azért az elméletből egy kicsit rendet rakjak, csak nagyon röviden így három alapvető koncepció a társadalmi tőke és a társadalmi erőforrások kapcsán, amit legtöbbször szoktak hivatkozni és használni a kutatók. Ugye az egyik a legismertebb és legtöbbet használt, főleg a politológusok, közgazdászok körében a társadalmi tőkének az ilyen makró megközelítése, ez elsősorban Robert Putnam nevéhez kötődik, de ide sorolják mondjuk Colemannek is bizonyos koncepcionális elemeit, illetve Alejandro Cortesnek a társadalmi tőke koncepcióját. Van egy ilyen közbülső szint ebbe a társadalmi tőke koncepciókban, ezek főleg el lehet nevezni mezoszínnek, ezek főleg a társadalmi hálózatok oldaláról és a társadalmi hálózatokban elfoglalt hely és pozíció oldaláról közelítik meg a társadalmi tőkét, illetve a kapcsolathoz erőforrásokat. Itt mondjuk a leginkább adekvált szerzők és legtöbbször hivatkozott szerzők az alapvetően Granovetter és mondjuk így a kicsit későbbiekben pedig Byrd. És amiről én fogok beszélni, az a mikroszintű megközelítése a társadalmi tőkének. Itt ilyen szerzőkkel érdemes foglalkozni, mint Lin vagy Marzen, illetve az európai iskolán belül mondjuk így a hollandok közül Flap vagy Van der Gaag. Tehát Colemannak egyébként a koncepciójának egyes elemihez mondjuk idén szépen be lehet hozni. Mindig nagy kérdés ilyen szempontból az is, hogy most társadalmi tőkéről beszéljünk, vagy társadalmi erőforrásokról beszéljünk. Például, ha ez a mennyire erős és mennyire problematikus ez a kérdés, ott is látszik például, hogy Angelus Robertnek az utolsó posztumusz műve az pont részben erről szólt. Ő is még ezen gondolkozott, amit a szociológia szemlében jelent meg utolsó írásában.
Én alapvetően inkább társadalmi erőforrásokról fogok beszélni, részben követve mondjuk a korábbi hagyományokat ezzel kapcsolatban. Jó, hogyan lehet ezt mérni, és akkor most rákerülünk már a konkrét kutatási irányra is. Van egy úgynevezett pozíciógenerátoros technika, az 1986-ban jelenik meg az első cikk, amit legtöbbször hivatkoznak ezzel kapcsolatban. Egyébként már ez sem az első cikk volt, de mondjuk ez amit leginkább hivatkoznak. Főleg Lin nevéhez kötődik, illetve a hozzá köthető szerzőkhöz. Maga ez a pozíciógenerátoros technika alapvetően úgy néz ki, hogy itt felsorolnak a kérdezetnek különböző foglalkozásokat, és akkor az adott foglalkozások kapcsán kell azt elmondani, hogy ismer az adott foglalkozásból bármilyen embert, illetve ha ismer, akkor még általában időnként szokott lenni egy második kérdés, ami még arról szól, hogy tudne tőle mondjuk segítséget kérni. Most nem fogok nagyon beszélni más mérési technikákról, amivel a társadalmi erőforrásokat lehet mérni, de például mondjuk a úgynevezett névgenerátoros technika mondjuk a közeli kapcsolatokat méri, ez a pozíciógenerátoros technika inkább behozza a távoli kapcsolatokat is, tehát mondjuk ha a granovetteri terminológiát szeretnénk használni, akkor a gyenge kötések is sokkal inkább megjelennek ebben a módszerben. A koncepciónak az az alapja, hogy a társadalom különböző pozícióban lévő foglalkozásokat kiválasztanak, és akkor ugye megkérdezik azt, hogy van-e itt ismerettség. Alapvetően az, amire ezt igazából lehet használni, és amire igazából használatonak tartják, az egy ilyen instrumentális cselekvési motívumok. Tehát amikor az ember munkához akar például jutni, akkor mondjuk nagyon hasznos lehet, mondjuk, hogyha olyan pozícióban vannak emberek, akik mondjuk magas társadalmi státuszt testesítenek meg, és ennek még egy jó mérési technikája az, hogy megnézzük azt, hogy milyen foglalkozást tölt be az adott ember. Ennek a módszernek egyébként nagy előnye, hogy kiterjeszthető speciális csoportokra is ilyen kutatások is voltak, és egyébként ez a 2005-ös kutatásban is részben megjelent. Például Ericssonnak van egy ilyen ismertek kutatás, ahol külön férfiakra és külön nőkre kérdezte meg a foglalkozási kategóriákat. A módszer előnye egyben a hátránya is, ami csak az instrumentális motivumokkal tud foglalkozni, és mondjuk ami a munkakeresés mobilizáció szempontjából nagyon fontos lehet, nagyon hasznos lehet, viszont mondjuk más szituációkban, tehát mondjuk elmagányosodás és mondjuk a hálózatoknak, a networknek a más szempontjaiban az emocionális affektív dimenzióban ez nem túl hasznos, mondjuk ez a kérdői blokk, ez inkább, ahogy mondtam, a munkakeresés mobilizáció szempontjából tekinthető hasznosnak. Illetve szinte egy kritikaként lehet vele szemmel megfogalmazni, hogy mivel alapvetően a foglalkozási hierarchiára épít, ezért kiestek mondjuk azok az emberek, akiknek nincsen foglalkozásuk ennek kapcsán. Jó, hát a rövid elméleti bevezető után akkor, hogy milyen adatokról fogok most beszélni. Itt két kutatásról lesz szó. Az egyik az MKI stílusok kutatás, ez 1988-as, ez a Tárkitól kaptam ezt az adatsort. A másik pedig a 2005-ös stílusok kutatás, MTA ELTE kommunikáció elméleti kutatócsoportnak a kutatása. A 1988-as kutatás, amiről most beszélni fogok, az egy elég speciális kutatás volt. Ugye ez a része volt a 87-88-as nagy kulturális interakciós rétegződés vizsgálatnak, illetve annak egy almintája volt, és annak egy speciális almintája, mivel itt csak az értelmiségiek voltak ebben az almintában benne, illetve az egyetemisták és főiskolások. Úgyhogy pont ezért, hogy legyen a két adatfájl között egy ilyen párhuzam, és amúgy is érdekesség szempontjából ez is egy nagyon kevéssé kutatott dimenzió talán, ezért most ebben az elemzésben csak az értelmiségekkel fogunk foglalkozni. A 1988-as kutatásban ez kb. 500 fő volt az értelmiségi alminta, a 2005-ösből most egy nem lehetett konkrétan ugyanazt az értelmiségi almintát leválogatni, úgyhogy most abból a diplomásokról fogok most beszélni. Ez egy viszonylag kicsi minta, 227 fő, de majd lehet látni, mondjuk az elemzések mondjuk úgy tűnik, hogy ezen is mondjuk elég szépen ülnek. Jó, hát reméltem, hogy valamennyi lehet majd látni ezekből az ábrákból. Nagyon a foglalkozások nem, de inkább az egésznek a koncepcióját fogom elmondani. Itt ezek 1988-as adatokkal kezdjük az egészet. Az X-tengelyen látható az, hogy ismer-e bizonyos foglalkozású embert, ezek százalékos megoszlások vannak, az Y-tengelyen pedig az van, hogy ha már ismert,
akkor jól ismerje. Tehát gyakorlatilag az 1988-as kutatásban a szűkítés volt egy ilyen távoli, hogy ismere, és ezenből ez volt a távoli megközelítés, és a szűkítés ennek az volt, hogy jól ismere jól az adott foglalkozásban embert. Ami érdekes ebből a szempontból, hogy egyrésztről meg lehet határozni ugye olyan foglalkozásokat, amiket viszonylag sokan ismernek, olyan foglalkozásokat, amiket viszonylag kevesen ismernek, de nem igazán ez az érdekes az egészben, hanem az, hogy a két dimenzió az együtt jár egymással. Tehát ha van egy foglalkozási csoport, amiből viszonylag nagy arányú embert ismerünk, akkor azokon belül is, akikön belül is sokat ismerünk, azokon belül is nagy az arány annak, hogy jól ismerjük ezeket az embereket, vagy jól ismerjük ezekben a foglalkozásokban lévő embereket. Tehát gyakorlatilag ez a két dimenzió az egymásba csúszik, és a másik oldal inkább az érdekesebb, tehát van egy olyan foglalkozás, amit viszonylag kevesen ismernek, vagy foglalkozási típusba tartozó embereket kevesen ismernek, akkor ez még tetőződik azzal is, hogy ha ismernek is, akkor is viszonylag kicsi valószínűséggel ismernek jól ilyen típusú embert. Ott ez a két dimenzió, ez eléggé egymásba csúszik. Lehet mindenféle többdimenziós elemzéssel próbálkozni ezen adatok kapcsán. Például az egyik ilyen koncepció, és ez például megjelenik mondjuk a több korábbi Angelus Tardos műben is, illetve hát a Tardos Robertnek 2009-ben megjelent egy ilyen kapcsolathálózati módszerekre épülő tipológia kísérlete, amilyen munkajelleg tipológia csoportokat lehet ezekből kialakítani. Hát gyakorlatilag itt azt lehet nézni, hogy a különböző foglalkozási típusok azok mennyire olvadnak össze. De valaki ismer mondjuk egy sebészt, akkor milyen valószínűséggel fog ismerni mondjuk egy politikust is. Ezek mennyire járnak együtt, vagy mennyire nem járnak együtt, és ezekből lehet ilyen foglalkozási millió tipológiákat alkotni. Ami igazán érdekes most egy dologra, mert megy az idő, és nem akarok itt részletesen az összes táblánál elidőzni, inkább az a legalsó csoportra hívnám fel a figyelmet, ez főleg azért is, mert ez majd 2005-ben is majd látható lesz. Gyakorlatilag van egy ilyen politikai, kulturális foglalkozási csoport, ami nagyon szépen egybe jár. És ezeket, hogyha valaki ismert színész, akkor nagy valószínűséggel ismer politikust is, és ismer mondjuk tudóst is, és ismer újságírót is. Ugye ezek a politikai, kulturális foglalkozások, ezek itt egybe mennek, és ettől egyébként elválnak, amik később egyébként sokkal inkább össze fognak olvadni, például mondjuk a tanár vagy a mérnök, amik sokkal inkább együtt járnak mondjuk az alacsonyabb presztízsű foglalkozásoknak az ismertségével. Ez elsőre picit céltalannak tűnik, de mindjárt elmondom ennek a lényegét. A legfontosabb mutató, vagy a legáltalánosabban használt mutató itt ezen foglalkozási csoportok kapcsán az, hogy hány foglalkozási csoporthoz fél hozzá az ember. Ezt nevezik nexus diverzitásnak. Vannak sokkal szofisztikáltabb és vannak sokkal bonyolultabb mutatók is, amiket presztízs rangsorok alapján, illetve presztízs skálákkal való összekapcsolás alapján lehet összepakolni. Összességében az szokott lenni a tapasztalat, hogy teljesen fölösleges mondjuk ilyen bonyolult mutatókat gyártani, mert ezentek a mutatóknak a korreláció ezzel a nexus diverzitással 0,9 környékén van. Ez pontosan megmutatja azt, hogy gyakorlatilag ezt szokták használni arra, hogy milyen volumenű erőforrásokhoz fér hozzá az illető. Ugye minél több erőforráshoz fér hozzá, minél több foglalkozáshoz, mondjuk annál magasabb az a társadalmi erőforrás indexe, annál jobban tud érvényesülni a társadalomban, nagyon leszeretném egyszerűsíteni az egészet. Itt viszonylag magas ez az érték, 23 foglalkozás volt ebben a kutatásban, a 88-asban itt 14,77-es átlag van, de ez egy értelmiségi alminta, tehát ezt tudni kell, hogyha nem értelmiségeket nézzünk, akkor 6-7 körül átlagok szoktak általában kijönni ezekben a kutatásokban. És ami igazán még érdekes, azért az eloszlását is felrajzoltam, ennek is volt azért valamennyi célja, hogyha azt feltételezzük, hogy ezek a foglalkozási csoportoknak az ismertsége, ez a társadalom, ez véletlenszerűen történik. Tehát az, hogy teljesen véletlenszerű az, hogy ki hány foglalkozást ismer, vagy véletlen folyamatok generálják, ugye akkor is lesz valamiféle különbség az emberek között. És ha ez a feltérés az adott, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez az eloszlás, ez ilyen Poisson eloszlás lesz. Most hogyan néz ki a Poisson eloszlás? Most pont így néz ki egy Poisson eloszlás, amit felrajzoltam. Hiszen lehetne úgy is, hogy az embereknek a fele az nem ismer egy foglalkozási csoportot sem, a másik fele meg ismer 23-at, és akkor úgy jönnek ki egy ilyen középső átlag. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan jönnek ki ezek az átlagok. Ezek alapján az látszik, hogy alapvetően leginkább az egész mögött ilyen véletlen generáló folyamatok vannak, ami mondjuk így ismét jelzem, hogy ez a értelmiségi almintára vonatkozik. Ugyanez akkor pandantban a 2005-re, ugyanezeket meg lehet nézni. Gyakorlatilag ugyanez a kérdésblokk szerepelt, nyilván a foglalkozások azok nem voltak teljesen ugyanazok, hiszen azért
A 88-hoz képest hát értelemszerűen a kutatók is cserélgettek bizonyos foglalkozásokat, tehát mondjuk a TS tag és a hasonló foglalkozások már ugye 2005-ben nem voltak túl hasznosak, ezért ezek kikerültek a kutatásból, és helyette bekerültek olyan foglalkozások, amik korábban nem voltak még annyira hasznosak, vagy nem voltak mondjuk így, mint például az adminisztrátor, ami nem volt benne korábban, illetve volt még 7 vagy 8 foglalkozás lett kicserélve, és összességben 15 olyan foglalkozás volt, ami mindkét időszakban együtt járt, illetve itt a kérés is picit megváltozott, mert itt az alkérdés úgy vonatkozott, ugye az alapkérdés megint úgy szólt, hogy ismer-e az adott foglalkozási csoportban embert, és az alkérdés pedig úgy vonatkozott, hogy tud-e tőle segítséget kérni. És ismét inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezek kettő megint együtt járt. Tehát, hogyha ha van egy foglalkozási csoport, amiből kevesen ismernek embereket, akkor ott még azoktól az emberektől még kis valószínűséggel tudnak segítséget kérni. Tehát a különböző erőforrásokhoz való hozzáférés, és ez főleg a magas presztízsű foglalkozásoknál van így. Ugye az eléggé korlátozódik, nem csak úgy, hogy már nem is ismerünk embert, ha még esetleg ismerünk, akkor nem tudunk tőlük segítséget kérni. Egyébként azt majd mindjárt látni fogjuk nem sokára, azért a hatalmas elmozdulások nem voltak mondjuk a két vizsgált időszakban a különböző foglalkozások megítélésében. A 2005-ben is ugye ugyanarra, most az, ami előbb lent volt, a kis rózsaszín csoportunk, az most az így föntre került, gyakorlatilag ugyanaz a politikai, kulturális foglalkozási millió az tetten érhető. Emellett még itt most ebben a kutatásban ugye volt három ilyen orvosi foglalkozás, ugye a a gyógyszerész, az ápoló és a sebész, ezek most egybe kerültek ilyen foglalkozási tipológiában, és sokkal kikristályosodottabb a 2005-ös adatok ilyen szempontból, sokkal könnyebben interpretáltok ezek a különböző foglalkozási csoportok. Itt egyébként már a picit az átlag az alacsonyabb, 12,56, ugye 14,7 környékén volt ez a nexus diverzitás, tehát az, hogy hány foglalkozást ér el az adott illető. 88-ban, 12,56, itt már nem, itt nem 23, hanem 24 foglalkozás volt, tehát elméletileg lehetett volna egy picit nagyobb is. Ez már mutatja azt, hogy azért valamekkora csökkenés volt itt az erőforrásokhoz való hozzáférésben, és egyébként az eloszlás sem poászon eloszlás volt, hanem ez inkább egy normál oszláshoz sokkal jobban közelített. És akkor itt jönnek már igazából az érdekességek, amiről talán többet lehet beszélni, amikor ezt a kettőt megnézzük egyben, hogy ugyanazok a számok, azok hogyan néztek ki 88-ban, és hogyan néztek ki 2005-ben, leválogatva a megfelelő foglalkozásokra. Ugye az X-tengelyen vannak a 2005-ös adatok, a X-tengelyen van az 2005-ös adat, az Y-tengelyen pedig a 88-as adat, és most én beúsztam egy ilyen képzeletbeli vonalat, ami szépen megy a nullától, egy ilyen szép lineáris vonal, ahol amik afelett vannak, azok a foglalkozások, azoknak csökkent az ismertsége. Tehát kevesebb ember van, aki az adott foglalkozásból ismer embert. Hát gyakorlatilag majdnem mindenki a vonal fölött található. Tehát gyakorlatilag azt mondható, hogy az adatok alapján, és persze most lehet azon gondolkozni, hogy mennyire jól összehasonlíthatók ezek az adatok, és mennyire pontosak ezek az adatok, és ezek valóban összehasonlíthatók, de hogyha élünk ezzel a feltételezéssel, hogy ezek összehasonlítható adatok, akkor azt látjuk, hogy alapvetően szinte majdnem minden foglalkozási csoporthoz csökkent az elérés. Ez részben nem annyira meglepő, mert a nagyon-nagyon sok kutatás, akik gyakorlatilag kapcsolathálózat elemzéssel foglalkoznak, és akik már korábbi adatokat is használnak, azok azért alapvetően szokták mondani azt, hogy a rendszerváltozás után, a rendszerváltozás előtti időszakhoz képest azért alapvetően sok szempontból gyengültek a kapcsolathálózati erőforrások, és egyre kevesebb barátja van például az embereknek, ugye mondjuk a Dávid Beyerek és Albert Fuzsiék mondjuk ezzel foglalkoznak, de nagyon sok dimenziót elő lehet hozni, hogy ez a különböző társadalmi tők és társadalmi erőforrás indikátorok hogyan tűnnek el és hogyan gyengülnek a magyar társadalomban. Ez is egy mutatója. Ugye folyamatosan bezárodott társadalom, egyre kevesebb a kontaktus, és ez látszik ilyen adatokon is, például a különböző foglalkozásoknak az elérésében. Szinte csak egy-kettő foglalkozás van, ami mondjuk így a vonal környékén marad, és nem megy a vonal fölé, és jellemzően ezek is inkább alacsonyabb presztízsű foglalkozások. Ha megnézzük a butikos, pincér, bolti eladó, és még egyébként még a középiskolai tanár, ami még egy ilyen picit még pont a vonalon tud maradni.
És meg lehet nézni azt is, hogy ezek egy többdimenziós térben hogyan helyezkednek el ezek a foglalkozások. Ami a 88-as és a 2005-ös adatok, ezt úgy lehet elképzelni, ezt a többdimenziós teret, ezt mindig nehéz interpretálni, hogy pont egy ilyen többdimenziós skálázásnál ezek mit jelentenek ezek a különböző tengelyek. De most ennél talán most elég jól nyomon követhető, az X-tengerre mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az adott foglalkozásnak az ismertsége, tehát az X mondjuk egy ilyen ismertség nagysága, az Y-tenger pedig egy ilyen foglalkozási presztízs leginkább. Megnézzük, milyen foglalkozások vannak fönt. Fönt vannak az alacsonyabb presztízsű foglalkozások, mint a segédmunkás, a pincér, és a lent például a legalul például a tudós, mondjuk az Y-tengelye, mint a legmagasabb presztízsű foglalkozás. És ilyen mit érdemes nézni? Azt érdemes nézni, hogy milyen eltolódások voltak a relatív pozícióban 88 és 2005-höz képest. Mik azok a foglalkozások, akik ugyanabban a relatív pozícióban vannak, és mik azok a foglalkozások, amik eltolódtak a két kutatás között. A tanulság egyébként az, hogy nem voltak nagyon drámai eltolódások. Tehát alapvetően a különböző foglalkozásoknak az egymáshoz képest vett relatív pozíciók között nem voltak nagy eltolódások. Volt egy-kettő, ami mondjuk így, mondjuk a tudósnak az eltolódása, ami mondjuk itt talán mondjuk az itt ülőknek nem annyira jó hír, hogy akik 88-ban az egy legmagasabb presztízsű volt, ugye? Itt van. Ő. És ez picit... Ugye ezen a presztízs skálán egy kicsit azért följebb kerültünk, ami is itt a fölfele kerültünk, az nem annyira jó, most a lefele kellett volna, mert az lett volna pozitív. Ami be van még húzva egy-két ilyen átalakulás, például az újságíróknak mondjuk az X-tengelyből elcsúszás, ez az alacsonyabb ismertség az újságírókhoz következik. De azért alapvetően azt lehet látni, hogy itt is persze lehet ezt a különböző négy cikket is interpretálni, hogy egyébként nagyon szépen el is különnek a különböző foglalkozási típusok, és nagyon szépen egybe is rendeződnek ebbe az ábrába. De mint mondom, a legfőbb tanúság az, hogy azért még drámaian ezek a foglalkozások egymáshoz képest nem rendeződtek át. És akkor az utolsó ábra, le is járt az időm, ugye arról szólt az egész előadás, hogy erőforrások, interakció, kapcsolatok, akkor a különböző társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférés, azok milyen háttérváltozók erősítik és milyen háttérváltozók gyengítik. Ezért viszonylag szűk volt az összehasonlításnak a köre, mert ugye meg kellett keresni azokat a háttérváltozókat, ami mind a két adatbázis megvoltak, és ugyanúgy voltak lehetőleg mérve a demográfiai háttérváltozók közül, úgyhogy itt most azért minimális lehetőség volt. A függő változó, amit most itt, ami modellezve lett, az a nexus diverzitás változó, tehát hány foglalkozáshoz fér hozzá az adott kérdezett, és ahogy lehet látni, érdemes, hogy a sárgában vannak kiemelve a szignifikáns elemek ebből, kivéve amik a neménél ott nem elfelejtem kiemelni, de az is szignifikáns, hogy lehet látni. Amíg itt tanulságok az egyrészt összességében, hogy nem lehet nagyon erős magyarázó modellt építeni erre, tehát az értelmiségek körében nincsenek törésvonalak a társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférésben. Ugye természetesen teljes mintát néztük volna, és akkor bevonjuk az iskolai végzettséget, jövedelmet, és nem egy értelmiségi almintát, akkor a sokkal magasabb megmagyarázott hányadokkal szoktunk találkozni. Ne lepődjünk meg ezen a alacsony megmagyarázott hányadon. Ami fontos az, amit leginkább kiemelnék, van egy érdekes dolog az értelmiségieknél, hogy a kisebb településeken alapvetően a községekben a legmagasabb ez a nexus diverzitás, tehát ott férnek hozzá a legtöbb foglalkozáshoz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek magas presztízsű foglalkozások. Ugye ezt azért itt hangsúlyozni kell, azzal lehet egy picit tovább játszani, de ez egy megint más történet. Alapvetően a középkorúak, akik a legtöbbhez hozzáférnek, hogy lehet látni az exponenciális bétákon, amíg a legfontosabb talán az pedig a két kutatásnak az összehasonlítása, hogy alapvetően 1988-ban szignifikánsan több ilyen foglalkozáshoz fértek hozzá, tehát ez mondjuk egy ilyen zárszónak is beillik az, hogy azért a társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférés ezen adatok alapján az értelmiségi kör mutatja, hogy valamennyivel csökkent az eltelt közel 20 évben. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen!